te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Újra együtt. Utoljára? Az út előtt úgy értem. Úgy igen. Utoljára konkrétan igen, 168 óra múlva landoltunk már Johannesburg repterén, a Jani már átesett egy testüreg motozáson, én pedig a falnak neki támaszva feltett kézzel áldogálok, és próbálok válaszolni olyan nyelven feltett kérdésekre, amit nem annyira értünk, és annyit mondok, hogy hozzátok vissza a kicsit. Velem van. Ne bántsátok. Egy nap múlva, vagy egy hét múlva már ott vagyunk. Bizony. Még nem a végső helyünkön, mert onnan még repülünk. Kiszámoltam, laza 22 órát megyünk. És reméljük, hogy éppen is egészségesen érkezünk vissza, és nem úgy, hogy mondjuk Balázs írvatól egy dobozt, amire van takarva egy Pestszentlőrinci zászlóval, és az van ráírva, hogy nyomokban János tartalmaz. Akkor már nagyon nagy. És mikor reggelizünk újra együtt? Hú, hát november közepe. Ha kérdezik, hogy mikor lesz a következő elmentes, ha esetleg valaki megkérdezné, akkor mit mondhatok neki? Gábor, egyrészt mondd meg, hogy ne kérdezősködjön. Kettő, hogy meg kell még érni, hogy visszajöttek. Most még technikailag egyeztetünk, de nem engedném el a rovatot 6 hétre. Egyrészt baromira hiányoznál. Ezt most komolyan mondod? Én igen, ha már nem tudok fizikálisan. Az első felét. A barom. Tehát nem eresztél el a rovat. És akkor ti ott lesztek, én meg itt leszek? Dolgozunk az ügyön. Na dolgozunk az ügyön. Hát ha most kivettél egy 6 hetes szabadságot, azt mondd vissza. Ha befizetél egy világkörüli utat, akkor mondd vissza. Nem engedném el ezt a rovatot. Nem engedném el, úgyhogy meglátjuk. Lehet, hogy lesz egy olyan verzió, hogy te ide bejössz, mi ott vagyunk, és akkor így van. Adáson keresztül, vagy tulajdonképpen éteren keresztül, vagy felhívunk, szóval vannak alternatívák. Jó, tehát nem kell kiutazni. Tudod, de ez egy technikai civilizáció különböző vívmányokkal, amik esetleg a segítségünkre lehetnek ebben. Igen. Építjük a kinti stúdiót, dolgozunk rajta, szakembereink már harcban állnak egy ideje, úgyhogy hát meglátjuk. Úgy legyen. Mi újság, jól vagy? Igen, járom az országot, ma éppen orvosházára megyek, különböző városokban tartok egészségügyi előadásokat, mint tudjátok. Tudományos... Szétszednek a nők, imádnak? Nem csak a nők, tehát... Na, szónak... miért nyitott vagy ma? A szónak a nemes értelmében mindenki hallgatja az előadást, és kérdez, rettentő sok kérdés van. Egy jó óra előadás után, egy jó óra beszélgetés, rengeteg komoly kérdés, visszatérő kérdések. Egyébként érdemes volna a kérdéseket egyszer összeszedni, és akkor valahogy közreadni, vagy nem is tudom, ezen gondolkodom, hogy nem is olyan könyvet kéne írni, ami ilyen tematikus, hogy valamiről szól, hanem egyszerűen a hallgatói kérdésekről. Uh-huh. Szerintem sokkal nagyobb érdeklődés. Ez jó egyébként. És akkor megjelenem mondjuk december elején a kérdések, és utána pedig december közepén Karácsonyról a válasz. és két bőr tudnánk lehúzni a dologra egyébként, igen. Szóval, hogy sokat kérdeznek? Sok a kérdés. Aha, az jó. Az emberek, ugye Magyarországon ugye rengeteg irányzat van, és sok a kérdés. Tudjátok, hogy hazánkban nagyon hamar jöttek be ezek a külföldi keleti-nyugati irányzatok, és az emberek nem tudták ezt sem lelkileg, sem fizikailag földolgozni, hogy most testkontroll, vagy vércsoport, vagy mi, és tisztázni kell. Én azt gondolom, hát én igyekszem, nem mondom, hogy én mindent tudok, de igyekszem tisztázni. Először is felrakok egy emésztőrendszeri ábrát, ugye ez egy fantasztikus, és az alapján át gondoljuk, hogy is működik a szervezet, ez alapján, hogy érdemes táplálkozni, függetlenül attól, hogy ki, hol, mikor született, milyen nemű korú, stb., és mik az alapelvek, és Én azt vallom, hogy nem mindig kell szájbarágosan megmondani, hogy mit egyél, hanem, tehát nem halad, hanem hálót kell adni, ahogy mondják, hanem taníts meg az embereket, hogy éljenek. Ez a fontos, hogy étkezzenek. Mert ugye mi nem leszünk ott mellettük, ti se lesztek ott mellettük, és nekik meg kell látniuk, hogy egy adott helyen, vagy az otthonukban mivel táplálkozzanak, hogyan válogassanak, ez a fontos, hogyan válogassanak a 40 ezer féle élelmiszer közül. Amikor olyan szépen beszélsz, bennem megint felbukkan az a pillanatnyi vágy, hogy elbújnék hozzá. Kedves vagy. Komolyan mondom, nem. Igen, itt az SMS-ben olvastam is, hogy mikor... Háló. Te lakottam egy pillanat. Egy picit lefűztél. Hát hal vagy háló, igen. Mondjad, Gábor, mit az SMS-en gondolkodsz, hogy... Itt valaki írta, igen, hogy mikor fogjuk egymást megint megölelni, csókolgatni. Ilyen SMS-eket olvasok, elég érdekes. Hát ők tudják. Mintha várnak. Igen, figyelj, hogy... nekik ez egy tantrikus beavatás. Igen, kicsit olyan már ez a rovat nekik, mint egy sorozat. Ami hetente egyszer mindig. Tehát várják, előtte fölmegy egy kicsit a vércukorszint, vérnyomás, hát várják is. Nem tudom, hogy feltűnt-e például a mája már mószerolnak is például. Balázs már bemószerolták nálad. Érted, hogy azt mondja, Gábor, tudsz róla, hogy Bali a mikróban melegíti a tejet? Érted? Hát ilyeneket írnak. Figyelj, együtt élnek az emberek a rovattal. Baj van azzal, ha a mikróban melegítem a tejet? Nincs vele baj, nem? Hát a mikrohullámos ütő bizonyos hőfok fölött azért olyan surlódási hőt kerjeszt, ami nem egészséges. Sem a tejnek, sem másnak. Mondjuk 300 watt alatt más a helyzet, tehát külön választanám. Mi általában kerüljük a mikrohullámú sütőt, amikor csak lehet. Ez egy olcsó, gyenge mikro, én hoztam.
Úgyhogy igen, ez egy akkor meg minek használni. Igazából vett egy hajsütővasat, és utána dobták ezt a mikrot, hogy meg 10 leértékelt fekete zoknit. Jó, mondjuk itt a stúdió mellett gáztűz helyett nehéz létesíteni, tehát gondolom, hogy itt rá vagytok fanyalodva, hogy mikrohullámú sütő. Tulajdonképpen emiatt. Meg hát biztonsági okból is, mert a Balázs elég, hogy is mondjam, csak reneszánsz ember, és hogyha egyszer-kétszer itt égve hagyná a gázt, és rajta adna valamit, akkor esetleg leégne a fél épület. Meg a gyerekek, úgyis tudjátok, hogy mindegy, hogy mit eszem, mindegy, hogy mit iszol, mert... Kicsit kihúzódott, de a lényeg az itt van. Széthúztam a rendszert, a lényeg az itt van. Mindent fogtok halni. Páko elmondta tegnap, hogy mind meg fogunk halni. Kértük, hogy biztosul minket egy kicsit az afrikai út előtt, mégiscsak neki van helyismertés, ő elmondta, hogy mind meg fogunk halni. Igen, hát tegnap, ez így jó. Tegnap beszéltünk vele, és ezzel a vidám mondattal. Ezzel a biztos, hogy jövőképpen fogunk felszállni a jövő héten. Na, vágjunk bele akkor abban, amit hoztál, Gábor, mint téma. Ugye ígértük a múlt héten, hogy nagyon sokan használnak különböző táplálékkiegészítőket, fehérjeporokat, aminósavakat, vitaminokat, rengeteg minden. Isszák az úgynevezett ilyen izotóniás italokat, amit ugye akár egy teniszpálya mellett, vagy bármilyen sportkomplexum hűtőszekrényében megtalálhatsz, megvehetsz, megihatsz. Mi a véleményed erről, jó, nem jó? Közben mondom, hogy ha valakinek ebben a témában van kérdés, az most gyorsan küldje el, mert itt van a Gábor, és akkor azonnal meg tudjuk válaszolni. Ebben Jani inkább a szakértő, én kevésbé értek ezen porokhoz, de látom, hogy hosszú listát írtál, és nagyon készültél. Igen, igen. Én külön választanám, ugye vannak a fehérje alapú termékek, és vannak az egyebek, most így fogalmazom. Ugye a fehérjeporok között is többféle van, és jó tudni, melyiket hogy gyártják, melyiket gyártják mondjuk természetes úton, melyiket kevésbé. Ezekről érdemes szerintem párszor szólni, és ott vannak ugye a vitaminok, ásványok, az egyéb kiegészítők, mint ugye a karnitin, a kreatin, stb., és az izotóniás italok. Vezessetek, hogy melyikkel kezdjük, vagy Jani. Na, nézzük meg ezeket az izotóniás italokat először. Ugye ez például tényleg sok hűtőszekrényben ott van, az ember lekapja, iszik belőle fél litert, ha fruktózzal van, az már egy kicsit jobb van, ami cukorral van. Érnek ezek valamit, vagy számít, hogy az ember ilyet iszik? Igen, igen. Vannak a szakmailag gyártott, ugye szakmai munkával gyártott izotóniás italok. Ezekben alacsony a szénhidrát tartalom, tehát nem ilyen 30-35 gram, és... ezek jók. Tehát ugye az izotóniás ital azt jelenti, nyilván nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy olyan sótartalma, olyan úgy mondjuk, hogy elektrolit tartalma van, tehát nyomelemek, földfémek, magnézium, kálcium, kálium, stb., nátrium, amelyeket ha fogyasztunk, intenzív verejtékezés közben, akkor segíti a só háztartás fenntartását. Én azt mondom, hogy kifejezetten csak élsport esetén alacsony csökkentett szénhidrát tartalmúakat ajánlok, csak az a baj, ezekben meg gyakran édesítőszer van. Tehát én nem értem, hogy miért kell mindent ugye édesítőszerrel édesíteni. Hát szerencsésnek tartom ezeket, de átlagember számára, korábban beszéltünk az ásványvizekről, az védőital. Az ásványvíz képes ellátni egy normál sportolónak a háztartását, de mondom élsport, tehát versenykerékpárosok, futók, maratonfutóknál erre szükség lehet, csak vigyázzunk, mert sokféle van a piac. Azt szokták mondani a gyártók, hogy ezeknek a folyadékoknak, ezeknek az izotóniás folyadékoknak a felszívódása gyorsabb, például, mint a csapvízé, vagy adott esetben az ásványvízek, és ezért is ajánlják jobban, hiszen ugye, ahogy te is mondtad, a legfőbb funkciójuk az, hogy visszapótolják azt a folyadék, illetve ásványanyag mennyiséget, ami sportolás közben távozik a szervezetből. Így van. A szervezet érzékeli, hogy ez egy olyan sóoldat, ami nem kell sokat vesződnie, és felszívja is, tehát hihetetlen gyorsan működik ez a dolog. Egyébként a fehérjék között is a gyorsabb felszívódású, vagy a könnyebb felszívódásúak lesznek majd a szerencsésebbek. Tehát akkor azt mondod, hogy ezek hasznosak, és jók is tudnak lenni, csak nem minden esetben. Tehát, hogy az élsportolók használják, de egyébként indokolatlan esetben, mert sokszor lehet egyébként azt látni, hogy úgy vásárolnak, mint tudom én, egy non-stopba, például egy hipermarketbe, hogy aztán úgy fogyasztják, mint az üdítőt. Igen. Márpedig? Egy picit úgy mondom, hogy divat lett, sik lett izotóniás italt venni, mert hogyha én ilyet veszek, akkor látják, hogy na, micsoda sportoló. Én a legtöbbnek a színétől megijedek, van az a kék színű, meg az a narancssárga. Igen. Ilyen színek, igen, vannak benne, igen, hogy konkrétan egy tojást nem mennék benne megfesteni. Nyilván ártalmatlan. Kék színű vadmálna. Azért kezd eltorzulni. Tehát ez is megy arra felé, hogy lassan energiaitalokká is válnak, úgyhogy energiát adjanak az intenzív sport közben, tehát van benne időnként taurin, van benne fekete teja, extrakt, stb. Nem biztos, hogy ennyire föl kell pörögni. Az edzés közben a szervezet amúgy is fölpörög. Most az, hogy még az agyamat pluszban, most készítek el, hogy mondjuk gyúrsz, mondjuk edzel, fekvenyomsz, és még az agyad is pörög ezerrel, ugye a taurinnak a
meg a különböző ilyen energiaitalokban található aminosavak miatt. Jó, oké, okay, akkor ezt lezárhatjuk, tehát ez csak élsportolóknak. Élsportolóknak. Oké, okay, mit hoztál még? Táplálék kiegészítő, fehérje, porok, ugye? Ezt is nagyon sokan szedik például. Rettenetesen sokan szedik, ez iszonyatosan nagy divat a manapság már, és ugye nagyon sokféle fajtája is van ezeknek. Van, aki egyszerűen esztétikai okokból szeretné felépíteni úgy mondjuk az izomzatát, hogy ez látványos legyen. Mások azért, hogy megtartsák ezt az izomtömeget, mondjuk ők rendszeresen sportolnak, és hogy egy idő után ugye a szervezet, hogyha nem pótolnák ezt a fehérjét, akkor elkezdeni lebontani az izomszerteket, stb. Tehát, hogy van, aki ezért, van, aki azért, de hihetetlen divat lett belőle. Így van. Minden embernek szüksége van fehérjére. Vannak az állati eredetűek, tudjátok, ezek a húsalapúak, a tejsavú, a tojás fehérjék, és vannak a növényi proteinek. Szeretném mondani, de szerintem tőlem lassan ezt is várjátok, meg én is önmagamtól főleg, én a növényi fehérjéket ajánlom. Ugye korábban beszéltünk itt a rizsről, a borsóról, a szójáról, egyebekről. Én azt mondom, hogy növényi fehérje források között, aki mondjuk nem akar sok tejet, tojás, hús fogyasztani, időnként szeretne növényi fehérjéket bevinni, tudom javasolni például a barna rizsfehérjét, tudom javasolni az egyéb növényi fehérjéket, de nem a glutén és nem a szója fehérjét. Tehát, hogyha valaki sportol, akkor szerintem ne búza glutént vegyen, és ne szója fehérjét. Tudom, hogy vegetáros testépítők, vagy sportolók, kerékpárosok, maratonfutók fogyasztanak időnként szója fehérjét. Én megmondom, őszintén én évek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, a sporttáplálkozással, és én megmondom őszintén, hogy a barna rizsfehérjét találtam, most nyilván név nélkül, és az sem mindegy, hogy gyártják. Én egy olyan prémium terméket találtam például, ami csíráztatott barna rizsből készül, benne van a csíra rész, a korpa rész, a belső rész fehérje tartalma. Megnéztük az aminosav tartalmát, ennek a fejlesztési munkájában részt vehettem, és ebből hoztam nektek itt egy áfonyás kis mintát, megkóstolhatjátok, és látványos a hat. Egyébként tehát érdemes akkor növényi fehérjét magunkhoz venni, inkább, mint állati fehérjét. És szerintem nem igaz az a hír, hogy ez nem teljes értékű, hogy ez hiányos. Megnéztük, tehát szó szerint magyar laboratóriumban megnéztük, és szinte azonos a tejsavú fehérjével. Mondom azért, mert a korpa rész is benne van, tehát nem fehér is. Egyébként ti fehérist fogtok kint enni? Vagy úgy hallottam, hogy fogtok? Hát azt még nem tudjuk, hogy mit eszünk. Meg hogy eszünk egyáltalán. Nem akarom elterelni a témát, csak eszembe jutott ez a kérdés. Nem tudom. De korábban, amikor kim voltál, Balázs, akkor mi volt a menüd? Már hol? Mikor kim voltunk? A műsorban. Ugyanebben a celeben 5 évvel, vagy 2 évvel ezelőtt? Hát az argentin kaják nagyrészt tehetetlenek voltak, tehát igazából nem elég sok állati fejlét tettünk, sztékeket, meg zöldségeket, nagyon mást nem csináltak. Meg igazából. Sztékeket is. Igen, a Jani 6-7 rántott gombán élt konkrétan. És ezt minőségi helyről szereztétek? Tehát megnéztétek, hogy honnan? Hát sem. Persze, nyilván Argentinában, egy kis faluban, igen. Utána jártunk, és menetlevelet kértünk minden levágott birkától, hogy mondja meg, hogy hol termelték. És esélytelen volt. Visztek ilyen BFR-t utánítőt? Tehát grapefruitnak cseppet, meg nem tudom, ezüst kolloidot? Vagy mit fogtok? Az ezüst kolloid. Már igen. Gábor is mondja, az ezüst kolloid. Szerintem Gyula mondta egyébként nekünk tegnap. Ezüst kolloidot vigyetek. Igen, jó, viszünk magunkkal mindenképpen. Picit visszatérve a fehérjékre, hagyományos táplálékokkal, gabonafélékkel, stb. Lehet bevinni olyan mennyiségű fehérjét, ami mondjuk ezeknek a sportolóknak kell? Ahhoz, hogy ne épüljenek szerintem le, vagy nem. Testet tudjanak építeni? Aki már sportol hetente 3-4-szer, mondanám, hogy jó a sárgaborsó főzelék, beszéltünk itt a lencséről, beszéltünk sok mindenről, azt kell mondjam, hogy ugye ezekben van keményítő is. Tehát eszek egy lencsefőzeléket, eszek barnarist, ezek egészségesek. Tehát nehogy úgy értsétek, hogy én most itt ilyen egyéb kiegészítőknek a pártján vagyok kiemelten, tehát normál étkezés mellett vagyok, de aki rendszeresen sportol, már pedig ez szinte kötelező, ott szükséges időnként kiegészíteni az étrendet. Na, például én 10 g mondjuk barna rizsfehérjét hozzáadok egy főzelékhez, azzal az agyműködés, az enzimatikus működés, a csontrendszer, az ízületek sokkal szerencsésebben jobban tudnak működni, és nem okoz köszvényt, ízületi bajokat, mint mondjuk egy hús vagy egy tejsavú esetében, ugye lehetnek ugye mellékhatások, nem akarom senkit sem nyilván bántani, de alapvető különbség van a védőhatás a növényi fehérjék és az állati fehérjék között. Ezeket a táplálékkiegészítőket túl lehet adagolni? Én szerintem igen, a fehérjéket igen, hiszen ugye a bél bontja, illetve a vese, a máj, tehát ugye ez rajta is van általában, hogy napi 20-30 g fölött, de ott is tehát intenzív sporttevékenységnél, tehát nehogy mondjuk egy gyorses gépíró nő hallgatja az alkalmunkat, és akkor gyorsan elkezd tolni ilyen
proteineket. Kis mennyiségben, máskülönben adom a gyermekeimnek, ugye nekik szüksége van a fehérjére, a csontéplésre, tehát nehogy valaki úgy tekintsen ezekre a termékekre, hogy ez csak sportolóknak való, hanem megnézzük, hogy egy jó minőségű prémium, ha lehet, akkor akár biogazdálkodásból, de ha nem, akkor is egy megfelelő helyről származó termék. Éppen beszélgetünk itt a szünetben, hogy azért vannak itt minőségi márkák a piacon, nyilván nem mondhatunk neveket, és hogy mondjam, kis kanálnyit, tehát teljes kanálnyit teszek főzelékhez, sékhez, észrevehetően javulni fog, hogy az aminosavak kellnek az immunműködéshez, sok mindenhez kellnek, főleg ahol vegán, vegetáriánus emberek vannak, családok, ott azt gondolom, hogy szükség lehet rájuk. Aki húsevő, vegyes táplálkozás, ott is kiegészítő jelleggel, mert szeretném mondani, hogy a hús, a sertéshús nem mindenben teljes értékű, ugye szakmailag a tojásfehérjét tartjuk igazából 100%-osnak, növényi fehérjék közül pedig a barna rizs fehérjét főszabályként. Jó, megvannak a fehérjeporok. Van még valami, amit ezzel kapcsolatban kérdezzünk? Mondom, ez nekem legkevésbé hozzám közel álló, azért kérdezem. Vitamin túladagolás. Sokszor laikusok úgy szoktak ez a dologhoz hozzáállni, hogy minél több, annál jobb. Igen. Ott lehet-e túladagolni? Szerintem lehet, főleg a zsíroldható vitaminokat. Ezzel lehet vitatkozni, mert ellentmondásos könyvek is vannak forgalomban. Én azt gondolom, hogy C-vitamint azt ugye adunk, B-vitamin komplexet adunk. Ezek ugye vízoldható vitaminok. A D-vitamint is adjuk, mert kell, ugye, hogy valaki mondjuk saját testsúlyjal végez gyakorlatokat, vagy ugye vannak ezek a különböző súlyzós edzések. Ugye fontos az, hogy több D-vitamint vigyünk be, kalcium-magnézium adás kell. Viszont ilyen extra mennyiségű vitaminokat én napi szinten nem. Főleg figyeljünk arra, hogy az edzés után ugye van egy regenerációs időszak, ugye van egy 24 órás regenerációs időszak, akkor is adjuk a vitaminokat, de igazából a sportolás napján akkor van sok oxidációs folyamat, rettentő sok. Amikor Balázs elmegy teniszezni, akkor aznap egy kicsit növelheti a C-vitamin, D-vitamin. Tegnap nyertem. Igen. Ez fantasztikus. Ritka pillanat. Így van. Igen. És ma pedig akkor hoztam neki egy levő esztanozolót, illetve effedrint, és azzal sikerült neki. Igen, és combon szúrtam magam azzal a lórugással. Amit szeretnék hozzátenni, hogy vannak egyéb kiegészítők, több százféle, vagy több tízféle ilyen kreatin, egyebek, hogy ezeket én nem javasolnám fiataloknak, belenyúlhatnak a háztartásba, esetleg hormonális működésbe is, de például ott a koenzim Q10, tudjátok, ez a kis energetizáló anyag, amit lehet már kapni, igen, illetve a sejtek energia szabályozását biztosítja, és a Q10-et átlag embergyasztják. Egy fantasztikus dolog, omega 3 kiegészítés, ezek mind hasznosak lennagolajból, olívaolajból. De egy jó kis tökmagsék, megmondom őszintén, egy jó kis kendermagsék, pici kis, nem tudom, barnadis fehérjével, ezzel, azzal, egy kis, tehát ilyesmit azért szoktunk adni, ezekben foszfor van, cink, rész, króm. Csak amikor ezek az L-karnitint, az jó, Gával? Ja, erre mondtam azt, hogy én azt mondanám, hogy amennyiben lehet, ezek nem okoznak betegséget. De az a kérdés, miért? Uh-huh. Miért? Tehát azért, hogy a teljesítményt fokozzam, meddig szeretném fokozni a teljesítményt? Addig, amíg a szívem megáll, vagy addig, amíg a keringési rendszer nem tudja követni? Mert ha valaki szed teljesítményfokozó, tehát legális teljesítményfokozó, akkor bocsánat, de az összes szövete jobban fog teljesíteni, annak ára van. És nehogy a szervezet kiégjen, én a lassú építés mellett vagyok. Uh-huh. Jól van, na, szerintem sok hasznos dolgot mondtunk el ezzel kapcsolatban. Mit reggeliztél, Gáborom? Én ezt a séket fogyasztottam most, egy pici kis... De most gyúrsz azért, vagy elkezdtél edzeni? Én most újra kezdtem futni, elkezdtem saját testsúlyal is edzeni, pici kis súlyzós edzéseket végzek. Mit te bukfencezel, vagy nincsen? Nem, tolockodás, húzockodás, bukfenc. Gugolások, egyebek, de könnyű súlyzós edzést is végzek. Hát... nem tudom, mennyire mondok titkot, lassan műsor lesz egy bizonyos csatornán, és muszáj valahogy jól kinézni. Műsor feleségem mondta, hogy fiam, így nem nézhetsz ki. Muszáj egy picit formásodnod, és kérem szépen így. Hát ugye, hozzá vagyunk szokva, hogy általában aki a Morning Show-ban szerepel, előbb-utóbb felfedezik és elviszik. Tehát ez így volt, ez tulajdonképpen minden állandó rovatunkkal, vendégünkkel, megszólalónkkal, Tibivel, Gáborral, Polgár Petivel, tényleg mindenki. De azért én soha nem feledkezem el rólatok. De rendes vagy. És Feriről sem. Otthon biztos ott lábad. De jó. És figyelj, amikor például vidéken vagy, akkor is viszed magad el ezeket a sékeket, valami kis palacba, vagy ilyesmi, hogy mit tudom, hogy meghívnak bátasékre, vagy sékesfehérvára. Igen, és mindig kér két séket, meg egy asztalt, ugye? Időnként viszek magammal, egyébként útközben, ezek nagyon jó hasznukat veszem ezeknek a dolgokat. Na és milyen műsor lesz ez? Csicseregjél csak egy picit. Mikor? Hétköznap? Hétvégén? Délelőtt? Délután?
ez főműsoridőben lesz majd, akkor de hát nyilván én csak az egyik szereplője leszek az egy-egy műsorban. Képzeljétek el, hogy indul egy olyan műsor, nem tudom, szabad erről beszélni. A műsorról igen, csatornát nem mondj, és akkor... Jó, ahol az emberi test működését orvosi segédlettel közérthetően mutatja be egy obezitológus, ha jól mondom, és meg fog hívni minden egyes adásba szakembereket, akikkel hát szemlélteti, hogy működik tudom, a gyomor, mi történik a vérben, és akkor ilyen kis golyoskák fognak meg. Nem, ezzel nem beszélhetek. A lényeg az, hogy úgymond az átlag ember, aki nem orvos, nem táplálkozási szakértő, ő is tudni fogja, hogy hopp, ez így működik, ha eszem cukrot, akkor mi történik a vérben, felszokik a vércukorhoz, mi történik az inzulinnal, és ez képiesen láthatóan a tévében majd látni lehet. És te itt ennek az állandó vendég? Nem állandó, nem, egy-két adásban meghívtak. De jó. És ott szemlélteltünk egy-két dolgot, az édességek hatásait, és ennek a szakmai munkába veszek most részt, és mellesleg emellett még ugye a szokásos futások és edzések megvannak. Hát ez tök király. Engem is most hívtak, újra fog indulni, valószínűleg Gyabronka Józseffel a Zseb TV-s hívtak versenymondó lánynak, még gondolkozom rajta, hogy ez, hogy... Szóval séket reggelisztél visszatérve, akkor semmi pirított nem szójamag, meg csírák, meg semmi, akkor csak nem, csak ebbe kendermagot tettem, és egy pici kis pufasztott amarántot. Hát, na jó, hát azért. Hát ezt most meglöktem, mert kell egy kis szénhidrát. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.